A csodálatos Hargita mélyéből fakad a természet kristálytiszta vize, a borszéki víz. 100 évvel ezelőtt Európa legjobb borvizévé választották. Semmi sem változott azóta. Borszék, a borvizek királynője. Puskaraj, aki egy fiatal tehetség volt, aki Zrubeckivel, akinek gazdag fogorvos volt a apja, egy kockás papíron fiatal gyerekként kvázi nyerték meg a Vekerle telepi pályázatot, és kezdtek hozzá, és csináltak egy olyan, hogy mondjam, modellt, hogy hogy lehet embereknek élni, amit a mai napig nem sikerült überölni senkinek. És őt, mint egy új változatát az építészetnek, építészeti stílusoknak, Európában már ismerték. És akkor következett be az ország, a magyar nép, ki tudja, a hanyadik genocidiuma, amikor is Trianonban azt a Kárpát-medencét, amelynek akkor a lakossága 70%-ig magyar volt, szétvágták darabokra, és létrehoztak mesterségesen új nacionalizmusokkal feltűzdelt államokat. Trianon idején Kós Károly 37 éves volt. Már megtervezte Jánszky Bélával a megrázóan szép zebegényi katolikus templomot, Györgyi Dénessel az elegáns városmajori iskolát, Zrumecki Dezsővel a pesti állatkert pazar pavilonjait, meg a Vekerle telep otthonos kisvárosát, sőt az utolsó magyar király IV. Károly koronázásának díszletépítéséből is kivette a részét. Volt persze párhuzamosan egy erdélyi kós is. Összetéveszthetetlen metszett betűivel már közreadta munkáit Erdély népi építészetéről, a régi kalotaszegről és az agrikultúráról. Sztánán már állt a Varjúvár, Kolozsvárott a kakasos református templom. Sepsiszentgyörgyön meg a nagyvonalú Székely Nemzeti Múzeum. Mégis elsősorban sikeres székes fővárosi építésznek számított. Nem csoda, hogy a tanácsrendszer bukását követően pesti egyetemi állással, polgári egzisztenciával kínálták meg. Ám Trianon ismeretében úgy vélte, ő rá a román fennhatóság alá került Erdélyben van szükség. Az utolsó mozdonnyal, ami már vagonok nélkül elindult Kolozsvárra, elment a csonka Magyarországról, és ez a világító csillag, fiatal ember lebukott a sötétségbe, a Kárpát-medence egy új korszakába. És nem ott folytatta, ahol Trianon is ketté vágta az ő életét, hanem egész másutt. A Varjúvár és környezetében gyümölcsfákat ültetett, a kalotaszegélyeket rávette arra, hogy hogy kell olyan gyümölcsöst újra csinálni, amely egész évben terem. A földhöz közelítő hulló csillagnak a szerepét vette föl, és világította környezetében. És valójában így élt el az életet. Megerősítendő a református egyházat, melynek tagja volt, főgondnoka volt sokáig. Tehát olyan polgári feladatokat vállalt el, amelyek nem egy par excellence építésznek a feladata. És így élt el az életét. És amikor meglátogattuk őt már a Rákóczi úti otthonában, és hátul volt egy kis előtető a belépőnél, és ott ült kockás pokrócba csavarva, és kérdeztük, hogy mit csinál itt Károly bácsi. Azt mondja, nézem, hogy nő a fi.
Azaz egy olyan sors ez, amelyik a szereteten és a szolidaritáson nyugszik, és nem érdekli a karrier, az úgynevezett karrier, nem érdekli az újabb és újabb pénz és bevétel, hanem van fogalma arról, hogy egy megszentelt testben, egy néplélekben él, és azt hogyan kell táplálni akkor, amikor elvettek tőle minden táplálékot, levágták kezét, lábát, és Isten csodájára még mindig él. Ha tehát egy kicsiny filmes tábbal Kós Károly nyomába kíván eredni az ember, elsősorban Erdélyt kell kaptatnia. És nem csak a kitaposott és aszfaltozott utakat. A mester ott is tervezett és épített, ahol a városi ember az Isten háta mögött érzi magát. Magyar Bikalon a lelkész Debrecenbe költözése fölött búsong a kocsmáros, de a Szilva pálinkája emlékezetes. Ketesden magyarul játszanak a gyerkőcök a Kós templom melletti óvodakertben, Bábonyban viszont már zöld babot szárítanak a református tanterem padlóján. A feleki domboldalon valóságos ortodox templomváros igyekszik elnyomni a kósféle üdeg görög katolikus templomot, a háromszéki Kászonjakab falván pedig épp lebontották a pánforrás Kós által emelt kútházát. Nagybaconban a református kultúrház szimbolikus hármas vakablakának egyikében találtak helyet a hadügyminiszter nagybaconi Nagy Vilmos emléktáblájának. Csíksomjón a helyi hagyomány szerint Kós a kalotház építésekor összekülönbözött a kivitelezőkkel, állítólag meg is tagadta a házat. De a mostani hozzáépítések láttán talán még szívszélhűdést is kapna. Siklódon bádoggal fették a tornyot a fazsindej helyett. Kolozsvárat meg hars baraszt színre mázolták a városi parkban emelt holland típusú nyersfehér műcsarnokot. Fejérd légvonalban 10 kilométerre van Kolozsvártól, de amúgy 150 évre. Már nem is földúton, hanem a fűre bélyegzett keréknyomon haladunk. A hegygerincen román pásztor igazít el bennünket szívélyesen. Muszáj szétcsapatni a nyájat. Lejjebb végképp elakadunk. Alig tudjuk kitolni a járművet. Fejérd görög katolikus temploma azonban kárpótol a viszontagságokért. A román ortodoxok épp felújítják belülről, a fiatal pópa pedig kivilágítatja éjszakára, mert minden falubeli házból látszik. Út és infrastruktúra nincs, de Isten jelen van. Mi meg eltűnődünk. Ha egy kicsinyített változat helyett ez az erdélyi és bizánci hagyományokat ötvöző katedrális épül meg Kolozsvárott, talán a hagymakupolás honfoglalás is elviselhetőbb formát ölthetett volna. Maga a Varjúvár ugyan a Kolozsvár-Nagyvárad vasúti fővonal közvetlen közelében emelkedik. Aki autóval igyekszik becserkészni, sem zsobok, sem nádast felől nem lel pormentesített utat. De ha megáll szétnézni a sztánai kikericses hegygerincen, s letekint a buján hullámzó kalotaszegi tájra, talán el tudja képzelni, milyen filozófiára épült a legendás Varjutanya korabeli mintafarmja, amely fölé török módi szerint emelt kilátó kupolát a gazdálkodó mester. Én egy régi világban éltem, egy régi világot láttam, ami tökéletesen, teljesen felfordul, ez egy másik világ, és én már csak egy emlék vagyok. És mint emléket mutatom én magamat, amit csináltam, az nyílt dolog, nem csináltam titokba soha semmit, egyet vallottam fiatal koromtól, hogy a kötelessége az embernek, hogy a maga népének szolgáljon. Egy ilyen embert állít maga elé az ember fiatalon, és tudja azt, hogy a kontraszelekció tönkreteszi a műegyetemet, jobbára praxis nélküli emberek tanítják a többit, akkor tudja, hogy foglalkozni kell az utána következő generációval. Egy olyan világban, ahol a szellemet a szétszóratás
ennek a csapása éri napról napra, akkor az ember tudja, hogy azokat az értéket hordozó embereket, akik még mindig tudják, hogy mit jelent Magyarország, és mit jelent az ember szolgálata, azokat össze kell szedni, és az utánunk jövő generációval foglalkozni kell. Ebből a célból jött létre egy egyesülés, a Kós Károly Egyesülés. Ma ennek az egyesülésnek Magyarországon 35 cég a tagja, Romániában 61, Szlovákiában 12, rendszeresen találkozunk, folyóiratunk van, és egy úgynevezett vándoriskolát működtetünk, amelyben végzett építészmérnökök nyerhetnek felvételt, és nem csak a szerves, az organikus építészetet ismerhetik meg, hanem végre megismerhetik azt, hogy mi történt a 20. században az építészetben, független attól, hogy milyen stílusról van szó, magyarul művelté válhatnak. Fél éveket töltenek az egyes cégeknél, vándorolnak tehát, és a 3,5 év után egy mestermunkát kell letenni az asztalra, amit az egyesülésnek a válogatott öregjei bírálnak el. Amit elmondtam, ez a Kós Károly Egyesülés, és nem véletlenül viseli annak az embernek a nevét, aki egy életet adott azért, hogy a széttépett és tönkretett Magyarországon ne engedje a szellemet is széttépni. Ez az ember a mai napig is sokunk számára még mindig egy fénylő csillag, és azt hiszem, az is marad. Nem csak a katolikus, hanem a többi egyház is bízott meg templomoknak a megtervezésével. Egészen kicsi falusi templomocskától a Felső Krisztina városi félbehagyott templom megtervezéséig. Az a Felső Krisztina városi talán leginkább közel áll hozzám, mert én ott voltam első áldozó Felső Krisztina városi templomban. Azon kívül a háború után, amikor tömegével éltek az özvegyasszonyok és a magára hagyott öregek ennivaló és ruha nélkül, akkor Herman tisztelendő úr a Felső Krisztina városban összeszedte a fiatal gyerekeket, és mi ennivalót és ruhát hurcoltunk szét a kerület legkülönbözőbb magára hagyatott öregeihez. És ezért a cselekedetünkért, amit mi szívósan csináltunk az ő vezetésével, az oltár előtt a csendőr laktanya udvarán halomba hordott kardokból egyel lovaggá ütött bennünket, mint fiúkat. Hogy miféle lovaggázt, a mai napig se tudom. És ott volt a félkész templom, amelyet a háború miatt nem tudtak befejezni. És csináltam is egy tervet rá, ami azonban sajnos egyelőre nem épül meg. Noha azt hiszem, hogy az életem legjelentősebb és legfontosabb munkája volt.
szívem is ott van azon a területen. Makovec Imrét számos országban kis túlzással a kortárs magyar építészettel azonosítják. Többek között a Francia Akadémia nagydíját is birtokolja. Az organikus iskola egyik hazai megteremtőjét és mindmáig atyamesterét arról kérdeztük, miért tartja szükségesnek, hogy az erdélyi templom építkezésekben is tevékeny részt vállaljon. Vargyas ugye a Hargita keleti lábánál van, Baróthoz közel, pompás, asztalos festők dolgoznak arra felé, nagyon szép pingált bútorokat gyártanak még mindig. És a református kicsi aranyos papocska, öreg ember azt mondta, hogy hát itt van egy düledező faimaház, Makovec úr, rajzoljon már nekünk valami mást. Na, ledöntötték a faházat, és mi volt alatta? Egy középkori templom. Hú, az anya szenvedés, itt mondom, hát akkor, most akkor mit kell csinálni? Hát azt, hogy lentről folytattam fölfelé a gotikus templomot, és amikor föltúrtuk a földet, és néztük, hogy mi van alatta, akkor faragott köveket találtunk, a régi rózsaablaknak darabjait, és ami a legfontosabb, a régi oltárnak a középső nagy gyámkövét, az ilyen nagy. És a teteje az így ferdén le van vágva, és középen ugye az ereklye számára van egy luk. A ferde felületbe beleült a néhai menza, a 10 centi vastag asztallap kőből, de azt nem találtuk meg. És ez a ferde felület, amit sose látott senki, mert ugye az a kőlap befette, rovásírással rá volt írva, hogy Szent Mihály Isten szentje. 14.-15. század. Amikor körülállják a kálvinisták, és azt éneklik, hogy te benned bíztunk elejétől fogva, akkor megint azt mondom, hogy már megint énekelnek a magyarok. Kolozsvári templom az rendkívül lassan, de végül is épül, ma már használják, de hát még azért a befejezéstől távol áll. Református templom. Részben négy tornyával a négy égtájnak a megidézése, részben pedig egy centrális épületnek a formáját vette föl. Több rétegben előtte futó székely kapuk adják a főbejáratát. Ezek a székely kapuk még hiányoznak például, de a tornyoknak egy része már majdnem kész állapotban van. Nagyon szeretném, hogyha mi hamar befejeznék végre. Csíkban is dolgoztunk, Szeredában, ahol egy nagyszerű pap megbízásából, Darvas Kozma megbízásából csináltuk meg a templomot. Ott az az érdekes, hogy eldózerolták a városnak egy jelentős részét, hogy a román textilipar új központjává tudjon válni a város. A város most is túlnyomó részt magyar emberekből áll, és a régi kicsi templom, ami megmaradt, ahelyett muszáj volt egy nagyobbat csinálni. Nagyon ügyesen és nagyon jól szervezett építkezés volt, téli idő volt, körülbelül 4000 ember jött el. Azt, hogy Csíkban, ha egy katolikus templomot felszentelnek, és az emberek ott kint a havas cinteremben azt éneklik, hogy győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, akkor az ember nem csak azt hallja, hogy a csíkiak hogy tudnak énekelni, hanem akkor a Kárpát-medence magyarsága énekel. Ezt tudni kell.
csodálatos Hargita mélyéből fakad a természet kristálytiszta vize, a borszéki víz. 100 évvel ezelőtt Európa legjobb borvizévé választották. Semmi sem változott azóta. Borszék, a borvizek királynője.